Megelőzés. Ősztől országossá terjesztik a vastagbél szűrési programot. A vizsgálatokra több mint 6,5 milliárd forint áll rendelkezésre. Esedékes az abroncscsere. Amikor már plusz 7 fok feletti az átlaghőmérséklet, érdemes a téli abroncsokat nyárira cserélni. Itt a pollen szezon. Évente 20-25 ezer légúti allergiást fedeznek fel Magyarországon, de számuk ettől is több lehet. Ősztől országosan terjesztik a vastagbél szűrési programot. A vizsgálatokra több mint 6,5 milliárd forint áll rendelkezésre, jelentette be az Emberi Erőforrások minisztere. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! Március a vastagbélrák elleni küzdelem hónapja. Magyarországon évente 10 000 betegednek meg vastagbélrákban, és közel 5 000 vesztik életüket. A halállal végződő esetek döntő többségében túl későn kezdődnek a kezelések, amikor már több áttétes folyamat is elindul, ezért fontos az új szűrőprogram bevezetése. A helyes táplálkozás egészségünk megőrzése szempontjából is fontos, vannak olyan ételek, amelyek rendszeres fogyasztásával hozzájárulhatunk ahhoz, hogy minél kisebb eséllyel alakuljon ki vastagbélrák. Kiemelendő a növényi eredetű rostok szerepe, hiszen azok felgyorsítják az emésztést. A szakemberek azt mondják, minél kevesebb állati eredetű telített zsírt érdemes fogyasztani, valamint a tápanyagokat ételekkel és nem különféle étrendkiegészítők szedésével érdemes a szervezetbe juttatni. A vastagbélszűrési program bevezetése pedig azért fontos, mert sok esetben túl későn veszik észre a betegséget. Rendszer szinten 2 népegészségügyi szűrés működött és működik, de ez nem elegendő, hiszen nem fedi le az összes főbb halálozási okot, tehát most ki akarjuk terjeszteni ezeknek a szűréseknek a rendszerét, és aktívabbá szeretnénk tenni a lakosságot. Tehát a kormány a korai halálozás erőteljes visszaszorítása érdekében egy 3. a vastagbélrák szűrését vezeti be országosan. A statisztika azt mutatja, hogy évente körülbelül 10 000 fő betegszik meg ebben a betegségben, és 5 000 fő hal meg. Itt konkrét feladatot, célt tűztünk ki magunk elé. Az a célunk, hogy az új szűrési programnak a bevezetésével ezt a halálozást 10%-kal csökkentsük. A Nyíregyházi Kórház gasztroenterológus főorvosa Rácz Ferenc azt mondta, a szakma évek óta várja az országos szintű szűrőprogram bevezetését, hiszen a vastagbélrák a férfiaknál a 2., a nőknél pedig a 3. leggyakoribb daganatos halált okozó betegség. A szakma már 15 éve várja, hogy elinduljon az országos szűrése, és orvos szakmailag fel is vagyunk készülve, a szervezési dolgokkal van gond, sajnos az a baj a mostani szűrő program meghirdetésével, hogy nagyon keveset látunk még belőle, hogy hogyan, hogy tervezik. Az alapok megvannak, az alap arról szólna, hogy a betegeket megkeresik egy székletvérvizsgálat kapcsán, a házi orvoson keresztül, és akiknél ez pozitív lesz az eredmény, azokat vastagbéltükrözéses vizsgálaton kell, hogy áttessenek, hogy kiderüljön, hogy valóban mi okozta a vérzést a székletbe, egy daganat vagy egy banálisok, mert lehet banálisok is, egy polip, vagy például egy aranyeres probléma, vagy más egyéb dolog. Ez az egyik legnagyobb, legfelszereltebb vizsgáló a Nyíregyházi Kórházban. Többek között itt is végeznek béltükrözést, ha szükséges. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében évente mintegy 550 esetben diagnosztizálnak új vastagbéldaganatos megbetegedést, a belgyógyászati váróterem pedig szinte mindig teltházas. Elfogadta a jogi határzárat szigorító törvénymódosítást kedden az országgyűlés. A kormány ezzel a jogszabálymódosítással is bizonyította, hogy Magyarország biztonsága mindennél előrébb való, jelentette ki Simon Miklós, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője szerdai sajtótájékoztatóján. A kormánypárti politikus kiemelte, menedékjogi kérelmet alapesetben a menekültügyi hatóság előtt személyesen, kizárólag a határon lévő tranzitzónában lehet benyújtani. A menedékkérőknek pedig a kérelmek jogerős elbírálásáig ott kell várakozni. A kísérő nélkül érkező 14 és 18 év közötti külföldi gyermekeket a tömeges bevándorlási válsághelyzetben a menekült eljárás idejére szintén a tranzitzónában helyezik el. Az érzékeny csoportok, mint a kísérő nélküli gyerekekre vonatkozó szabályok, azok változatlanok. Tehát azokat a gyerekeket az ország határon beengedik, akik kísérő nélkül érkeznek,
és egy gyermekvédelmi rendszer kapcsán Magyarországnak meghatározott gyermekvédelmi központjába helyezik el. Hamarosan érdemes felrakni a nyári abroncsokat. Az autószerelők azt mondják, amikor már plusz 7 fok feletti az átlaghőmérséklet, érdemes a téli abroncsokat nyárira cserélni. Fontos ellenőrizni a futófelületi minta mélységét, hiszen az előírás szerint csak olyan gumiabroncsot szabad használni, amelynek minimum 1,6 mm-es a mélysége. Ám a szakemberek már a 3 mm-es barázda mélységnél sem javasolják a közlekedést. Több ezer abroncs egy nyíregyházi cég telephelyén, a legtöbb autó gumi már felszerelésre vár, a szerelők pedig szinte megállás nélkül centíroznak, gyorsan váltják egymást az autók a szervízben. A szerelők azt mondják, amikor már plusz 7 fok feletti az átlag hőmérséklet, érdemes a téli abroncsokat nyárira cserélni. Ez az időpont általában március közepén szokott esedékessé válni, ekkor indul a dömping. Hőmérséklettől függően szoktam le és visszacseréltetni. Hát most már lassan lehet, most már 15 fokok járnak napközben, ilyenkor már fontolgatom, hogy visszatetettem, de még téli van rajta. Tavasszal több gumiabroncsal foglalkozó cég kedvezményekkel várja a gépjármű tulajdonosokat. Ezekre is érdemes figyelni, ám a legfontosabb a futófelületi minta mélységét ellenőrizni. Ez az elkopott nyári gumi már nem kerül fel egyik autóra sem. A barázdái nem elég mélyek, így már nem tapadna megfelelően. Van egy hivatalos mélység, az 1,6 mm. Viccesen azt szoktuk mondani, hogy eddig nem büntet a rendőr, ez alatt igen, de természetesen ezt nem szoktuk megvárni, vagy nem érdemes megvárni ezt az 1,6 mm-t, mert ez a nulla. Tehát a mai modern gépkocsik lóereje, súlya már nem teszi lehetővé, hogy ezt a ennél a bordamélységnél használjuk. Általában azt szoktuk tanácsolni, hogy ez a 3 mm az már, amikor eljön, akkor már érdemes elgondolkodni rajta, hogy ez már cserélt ez az abroncs. A lecserélt téli abroncsokat megfelelő körülmények között kell tárolni. Száraz, hűvös, fénytől védett hely a legalkalmasabb, mivel a hő, a nedvesség és a közvetlen napfény meggyorsítja az abroncsok öregedését. Itt a pollen szezon. Évente 20-25 ezer légúti allergiást fedeznek fel Magyarországon, de számuk ettől is több lehet, hiszen vannak, akiknél jelentkezik a tünet, de nem jutnak el a kivizsgálásig. Mondta el televíziónknak dr. Szabó Péter pulmonológus, aki hozzátette, súlyos szövődményei is lehetnek a betegségnek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat mérései szerint jelenleg a mogyoró, az éger, a tiszafélék pollenje közepes koncentrációban található meg a levegőben. A nyíregyházi botanikus kertben virágzik a mogyoró, az éger és a tiszafélék, de hamarosan a kőr is, pollenje is a levegőbe kerülhet. Az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján folyamatosan nyomon követhetik a légúti allergiások a pollenszóródást, annak időtartamát és intenzitását is. A magyar lakosság körében egyre több az allergiás beteg, a légúti allergiások száma is növekszik, fontos kivizsgáltatni, mert az egyszerűnek tűnő szélanáthának is lehetnek társult betegségei, ilyen például az asztma, az ekcéma és egyes szembetegségek. A szénanátha csak az első jel hívta fel a figyelmet 35 perc című műsorunkban a pulmonológus. Az allergiának a jellemzője, hogy a szénanáthánál maradjunk most csak, az, hogy megduzzadnak a nyálkahártyák, orrnyálkahártya, alcüregnek a nyálkahártyái megduzzadnak, akkor a szem kötőhártya gyulladásba kerül, autoimmun gyulladás, de ezt követi aztán a felülfertőződés, akkor már bakteriális fertőződés alakul ki, ugyanígy a orrmelléküreg gyulladás is bakteriális eredetű lesz, és ezek veszélyesek. Ezek már még nagyobb szövődményekkel, még súlyosabb szövődményekkel járhatnak. Tehát ezeket mindenképp meg kell előzni azzal, hogy az illető, aki panaszos, elmegy az orvos. Nagyon sokszor találkozunk olyan pácienssel, aki apró köhétcseréssel jön el, és a végén kiderül nem csak, hogy allergiás, hanem még azt is kiderítjük, hogy aszmás. Dr. Szabó Péter elmondta, feltételezhetően a népesség 10%-a szenved légúti allergiában. Évente 20-25 ezer új allergiást fedeznek fel, de az úgynevezett tünetesek, akiket nem vizsgáltak ki, ettől jóval több is lehet. Az allergia elleni gyógyszereket már a háziorvos is felírhatja, nem szakorvos kötelezett. Az allergia nem gyógyítható, de kezelhető, illetve azok számára, akiknek nem halmozott, hanem csak egyféle allergiájuk van, az immunterápia is ajánlott.
Minden nap használjuk, mégis keveset tudunk róla. A 70 éves a Forint Vándor kiállítás utolsó állomásához érkezett. A tárlatról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Megszerezte első tavaszi győzelmét a Nyíregyháza Spartacus. Weber György együttese a bajnokság 23. fordulójában lejátszott mérkőzésen hazai pályán 1-0-ra verte a Moson-Magyaróvárt. A Spari jelenleg a 10. helyen áll az NB2 tabelláján. Megváltotta repülőjegyét az ifjúsági világbajnokságra Leveleki Bence. A nyíregyházi atléta a fedett pályás ifjúsági és junior bajnokságon 14 méter 90 cm-es eredménnyel nyerte a hármasugrást, és ezzel teljesítette a nyári kenyai ifi VB kiküldetési szintjét. Minden nap használjuk, mégis keveset tudunk róla. A 70 éves a Forint Vándor kiállítás utolsó állomásához ért a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium és Általános Iskolában. Az elmúlt egy évben az ország több helyszínén is láthatták a József András Múzeum tárlatát, amelynek célja, hogy a használók megismerjék a fizetőeszköz történetét. Ezeket a bankjegyeket és pénzérméket a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium és Általános Iskola diákjai és pedagógusai gyűjtötték össze. A pénztörténeti tárlat közreműködője volt a József András Múzeum, amely tavaly a forint 70. évfordulójára készített egy kiállítást az intézmény 40 ezeres numizmatikai gyűjteményéből. Ebből indult útjára egy vándorkiállítás, amelyet az ország számos pontján láthattak az érdeklődők. A plakátokon a forint történetét lehet nyomon követni, a Horthy korszakban használt pengő a II. Világháború után teljesen elértéktelenedett. Ezt a hiperinflációs valutát váltotta fel akkor a forint. A politikusok akkor úgy gondolták, jobb, ha Károly Róbert liliomos aranyforintjáig nyúlnak vissza. Ha visszatekintünk a középkorba, ugye jóval nagyobb múlttal rendelkezik a forint, mint fizetőeszköz Magyarország történetében. 1325-ig kell visszamennünk, amikor Károly Róbert bevezeti firenzei mintára az aranyforintot. Ez a valuta több száz éven keresztül fennállt, majd jött a három része szakadt ország, utána a talélkorszak következett. Ma Mária Terézia ismét visszahozza konvenciós forint formájába 1750-ben, a Kossuth bankok is a forint címletek voltak, aztán jött a korona, a pengő, majd végül ismét 1946-ban visszatértünk a forinthoz. A forintnál már vigyáztak arra, hogy ne inflálódjon. 1946-ban mindössze három címlete volt a papírpénznek, 10-es, 20-as és 100-as. Ezeken a papírpénzeken, majd a bankérméken is mindig egy magyar nemzethez kötődő személy vagy jelkép jelent meg. Bár minden nap használjuk a fizetőeszközt, keveset tudunk róla. A kiállítás egyik célja, hogy ez megváltozzon. Fontos, mert gyakran ugye kvízkérdések során is szembesülünk azzal, hogy amikor fölteszik nekünk a kérdést, hogy például a pénz hátoldalán milyen épületek láthatók, vagy kitábrázolnak az egyes bankjegyek, nem tudják az emberek, és ezt a kis hiányt szerettük volna ezzel pótolni, mind a mellett, hogy értékes grafikák készültek. A grafikák alkotója Kopriva Attila kárpátaljai képzőművész. A pénztörténeti vándor kiállítás utolsó állomása a nyíregyházi oktatási intézmény. Itt 2 hétig látható a tárlat. A forint történetéhez kapcsolódva egy kvízjátékot is indítottak az iskolában, hogy így még inkább megismerjék a tanulók a fizetőeszközt. Megszerezte első tavaszi győzelmét a Nyíregyháza Spartacus. Weber György együttese a bajnokság 23. fordulójában lejátszott mérkőzésen hazai pályán 1-0-ra verte a Moson-Magyaróvárt. A Spari jelenleg a 10. helyen áll az NB2 tabelláján. Bár a hangulattal az elmúlt hetekben sem volt gond, a korábbinál azért jobb kedvel végezték a gyakorlatokat a Spari játékosai szerda délelőtt a Tiszavasvári úti NVSC pályán. Ez érthető is, mivel megtört a jég, 2 vesztes meccs után a Moson-Magyaróvár ellen 3 pontot szerzett Weber György együttese. Mint a vezetőedző elmondta, a Rudolf 11-es góljával 1-0 megnyert találkozó inkább a küzdelemről, mint a szép játékról szólt. Megmondom őszintén, erre is készültünk. Sajnos, hogy az első 2 fordulóba nem jött be az a fajta játék, amit terveztünk, és nagyon rossz ilyet mondani, amire készültünk 2 hónapon keresztül. Be kellett lássam, hogy váltani kell, hogy elinduljunk. Nyilván vissza fogunk térni majd ahhoz a játékhoz, reményeim szerint,
de most ezen a mérkőzésen is azt hiszem, hogy most még a két idegenbe következő bajnokinkon is a célra vezető, és talán a sikerhez vezető út ez lesz, hogy egy harcias, nagyon agresszív, van egy kicsit mélyebben védekező csapat, ebből pedig kell jöjjön a játék. Itt úgy gondolom az 1-0-ás győzelmünknek a gól után volt egy 15 perc, ahol látszott, hogy egy kicsit átszakadt valami lélektani gát, és ott elég jó támadásokat vezettünk, nem tudtuk bebiztosítani az eredményt, hogy nyugodtabbak legyünk, a végén volt azért egy kis izgalom, de a csapat kibrusztolta a győzelmet, úgyhogy tulajdonképpen ezt várom most a hétvégi Siófok meccsen is. A Debrecenből érkező támadó Takács Tamás is a csapat küzdőszellemének tulajdonította a 3 pont megszerzését. Tudtuk, hogy egy nehéz mérkőzés elé nézünk, de úgy gondoltuk, hogy ha oda teszünk magunkat, ez működni fog, és ez így is lett szerencsére. Úgy gondolom, hogy olyan mérkőzést nyertünk meg, amilyenre számítottunk. Abba szereztük a gólt, amit egész héten gyakoroltunk, felpassz, visszapassz, és az induló, és abból lett a 11-es, úgyhogy nagyon örülök, hogy így alakult ez a mérkőzés. Az NB2 tabellájának élén a 45 pontos Soroksár áll, megelőzve a szintén 45 pontos Puskás Akadémiát. A 32 pontos Nyíregyháza Spartakusz a 10. helyen várja vasárnapi siófoki vendégjátékát. Megváltotta repülőjegyét az ifjúsági világbajnokságra Leveleki Bence. A nyíregyházi atléta a fedett pályás ifjúsági és junior bajnokságon 14 méter 90 cm-es eredménnyel nyerte a 3-as ugrást, és ezzel teljesítette a nyári kenyai ifi VB kiküldetési szintjét. Bakusiné Szenci Erika tanítványa tagja volt a 4x200-on aranyérmes váltónak is. Az elmúlt évben a grúziai ifjúsági Európa-bajnokságon távolugrásban döntőbe jutott Leveleki Bence. A nyíregyházi atléta idén nyáron még ugyanebben a korosztályban, de más számban 3-as ugrásban képviselheti a világbajnokságon a magyar színeket. A 16 éves fiatalember a budapesti ifjúsági és junior bajnokságon 5 érvényes kísérletéből utolsóra 14 méter 90 cm-ig jutott, ezzel teljesítette a kenyai VB kiküldetési szintjét. Edzőmmel a 3-as ugrást tettük a fő szempontban, hiszen abban jobban tudom megcsinálni a technikát, és több esély van nemzetközi szinten, ezért erre tettük fel az országos bajnokságot, és szerencsére sikerült megcsinálnom a VB szintet. Megnyugtató, hogy most már nem kell annyi versenyen elindulni, hanem csak a fő versenyre, a VB-re tudunk készülni, és ez nagyban remélem segíteni fog a VB-n való szereplésben. A fiatal atléta edzője elmondta, több oka is volt annak, hogy a 2017-es szezonban a 3-as ugrás került előtérbe a távolugrással szemben. Megnéztük a ranglistát, és a ranglista alapján egy 15 méter 20-as eredménnyel Bence döntőbe kerülhet. Viszont távolugrásban egy 7-20-al nem valószínű, hogy döntős lesz. Ebben az évben azért is nem döntöttünk a távolugrás mellett, mert Bence nagyon sokat nőtt, szétesett a mozgása, tehát egy kicsit most koordinálatlan lett, de ez szépen oda fog erősödni, és ez meg fog változni egy éven belül. Leveleki Bence a 3-as ugrás mellett még egy aranyérmet szerzett az országos bajnokságon, mivel Béni Gergő Roland, Kovács Máté és Téglási Ákos társaságában tagja volt a 4x200 méteren új országos csúccsal győztes ifjúsági váltónak. Vereséget szenvedett, így búcsúzott az Indian Wells-i keménypályás tenisztornától Fucsovics Márton. A világranglista 144. helyén álló nyíregyházi teniszező a 130. helyen rangsorolt amerikai Dennis Kudlától kapott ki 6-3-6-3-ra a közel 7 millió dollár összdíjazású verseny selejtezőjének első körében. Híradónk végén legfontosabb híreink következnek röviden. Ősztől országosan terjesztik a vastagbél szűrési programot, a vizsgálatokra több mint 6,5 milliárd forint áll rendelkezésre, jelentette be az emberi erőforrások minisztere. Március a vastagbélrák elleni küzdelem hónapja. Magyarországon évente 10 000 betegednek meg vastagbélrákban, és közel 5 000 vesztik életüket. Hamarosan érdemes felrakni a nyári abroncsokat. Az autószerelők azt mondják, amikor már plusz 7 fok feletti az átlaghőmérséklet, érdemes a téli abroncsokat nyárira cserélni. Fontos ellenőrizni a futó felületi minta mélységét, hiszen az előírás szerint csak olyan gumiabroncsot szabad használni, amelynek minimum 1,6 mm-es a mélysége. Itt a pollen szezon. Évente 20-25 000 légúti allergiást fedeznek fel Magyarországon, de számuk ettől is több lehet. Hiszen vannak, akiknél jelentkezik a tünet, de nem jutnak el a kivizsgálásig, mondta el televíziónknak dr. Szabó Péter pulmonológus, aki hozzátette, súlyos szövődményei is lehetnek a betegségnek.
A Kölcsei Televízió iradóját látták március 8-án szerdán. Friss hírekkel természetesen holnap este is várjuk majd önöket. Híreinket addig is megtalálják honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap erősen felhős időre számíthatunk kisebb esővel. Északa nyugat felől egy hideg front éri el hazánkat, amely napközben átvonul felettünk, felhős, de továbbra is enyhe idő várható, az éjjel csak rövid időre szakadozik fel a felhőzet, esőzápor egyaránt előfordulhat, az északnyugati szél időnként megélénkül, reggelre általában 0 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire erősen felhős lesz az ég, esőzápor egyaránt előfordulhat, az északnyugati szél helyenként megélénkül, délutánra 9 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. Pénteken újabb hidegfront vonul át felettünk, emiatt többnyire felhős időnk lesz, eső, zápor több helyen is valószínű. A hét végén már hosszabb napos időszakokra időnkénti felhősödése, elvétve még futó záporokra is számíthatunk, vasárnapra az erős szél is megerősödik. A jövő héten frontmentes időnk lesz hosszabb napos időszakokkal, éjszaka sok felé fagypont alá csökken a hőmérséklet, napközben viszont enyhe időre számíthatunk. A hét második felében ismét több lesz felettünk a felhő, és több helyen lehet kisebb eső, a hőmérséklet viszont nem változik jelentősen.